Szép délutánt kívánok, ez a weekend. Ma is lesz téma rengeteg. Szólunk a nyíregyházi gyermekosztály színesedő falairól, a Kisvárdai Magyar Színházak Fesztiváljáról, és játszunk is, hiszen belépőjegyeket lehet tőlünk nyerni az ötös cirkusz július 1-i nyíregyházi gálaműsorára. Kérdésem csak annyi, hogy hány éves az ötös cirkusz? A tippeket a megfejtés kukac.kölcseitv.hu címre várjuk, természetesen névvel, lehetőleg telefonszámmal ellátva. A stúdióban pedig már Bakó László, akivel arról fogok beszélgetni, hogy Újfehértón egy református családi napot szerveznek majd holnap, azaz szombaton. Laci, kérlek, mesélj arról, hogy hanyadik alkalommal szervezitek ti ezt a családi napot, és egyáltalán mi a célja ennek a rendezvénynek? Szeretettel köszöntöm a nézőket. Első alkalommal rendezünk a családi napunkat Újfehértón, úgyhogy még nincs erről a tapasztalatunk, hogy végül is milyen is lenne, majd reméljük, hogy következő alkalommal már a szervezésben mindenben jobban fog menni. Hogy mi is a célja a rendezvénynek? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy a neve is benne van, a családi nap. Abból a feltételezésből indul ki, hogy ahogy családokban élünk, és valójában a család ez a legkisebb gyülekezet, hiszen tulajdonképpen egy családban minden megvan, ami gyülekezethez kell. Van egy vezetője a családnak, van tulajdonképpen gyülekezeti tagok, a kicsik, vagy ha már ketten vannak, akkor is. És ennek a mintájára tulajdonképpen ez leszűrheti a Bibliából, és egyébként is a gyülekezet, mint egy nagy család él együtt. És ebben a formában is szeretnénk, hogyha összegyűlne a gyülekezetnek az a része is, akik talán most hát ennek a családnak a perifériáján vannak, talán a templomban nem jutnak el minden vasárnap, de mégis őket szeretettel családunk részének tekintjük. Igaz, hogy tapasztalat még nincsen a hátatok mögött, de hát valahol el kell kezdeni egy-egy ilyen rendezvénynek is a szervezését. Milyen programokkal kell majd számolni egyáltalán? Milyen programokkal kedveskedtek majd az érdeklődőknek? Éppen azért, mert hogy első alkalommal, ezért úgy gondoltuk, hogy a helyi adottságainkat használjuk ki, helyi lehetőségeket vonultassunk fel. Így pont mondjuk ezzel ellentétben az egyetlen vagy két külsős előadónk is van. Az egyik az tulajdonképpen a nap zárásaként a legnagyobb nevünk, az Pintér Béla, debreceni énekes előadó, aki egy koncertet fog adni majd nekünk, valamint egy báb színház érkezik, aki szintén egy debreceni gyülekezetnek a bábos csoportja. Egyébként pedig nagyon színes, megmozgató és előadásos programokat is terveztünk. Így a gyülekezetnek van református általános iskolás óvodája, és a iskolásaink, óvodásaink már bemutatott táncokkal kedveskednek, énekekkel az óvodások. Aztán lesz apa-fiú foci meccs, mint a családban való küzdelmeket kiábrázolandó és a feszültségeket levezetendő. Családi vetélkedő, különböző játékos feladatokkal. Na, erről mesélj nekem egy kicsit, hogy milyen játékokkal kell számolniuk majd az érdeklődőknek. Egy pár dolgot azért már szerintem itt csepegtethetsz, hogy na, akkor lesz ilyen meg olyan sorverseny, akár kötélhúzás. Így van. Nagyon pontosan az igazság, hogy nem fogom tudni ezt elmondani, hiszen minden részterületnek megvan a maga felelőse. Aha. Én nem vagyok felelőse a sorversenynek, nem vagyok olyan sportos alkat sem, így hát nem tudok erről ilyen nagyon konkrét dolgokat mondani. Nagyon megmozgató, megnevettető mókás játékokat is tervezünk. Így van. Aztán a helyi adottság az is, hogy egy lovardában, az újfehértói feleles lovardában szervezzük meg magát a rendezvényt. Így ott lovagoltatás is lesz. Tehát tulajdonképpen, ami lehetett, azt felkihasználtuk, amilyen lehetőségünk volt. Tehát akkor minden adott lesz, szuper lesz a helyszín, remélhetőleg az idő is, bár az elmúlt napok, ugye meg ma is picit ilyen szomorkásabb. Reméljük az idő. Ingyenes rendezvényről van szó, ezt nagyon fontos elmondani. Hány órára érdemes már ellátogatni Újfehértóra, hogyha valakit mondjuk érdekel ez a családi nap? 8 órától van a programunkban gyülekező. Azért, hogy reméljük az a sok ember, aki meglátogat minket, az odaérjen 9 órára a kezdésre, amikor közös énekléssel, egy állítottal fogunk kezdeni, tehát ekkor érdemes érkezni hozzánk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor önök ne feledjék, kedves nézők, holnap Újfehértón első alkalommal református családi napot tartanak, és ahogy Laci is említette, 8:30-9 környékén már érdemes oda kiérkezni. Mi kell, mi kell, mi kell.